Dühösen ugató kutya a kerítésen belül. Ebben a házban próbálta anya és lánya megölni a családfőt. A férjét megtámadó nő az udvaron sepregetett, amikor odaértünk, de amint megtudta, mi miatt keressük, bemenekült az épületbe. A nő és a férje már nem éltek együtt, amikor a brutális támadás történt. A családanya azzal az ürüggyel csalta át a férfit, hogy ki akar vele békülni. Azt mondták, neki meglepetést kap. A nő ezért hátulról befogta a két szemét, a lánya pedig egy darázsírtó sprét és egy kést vett a kezébe. A késsel, ami 7 cm penge hosszúságú volt, a sértettel szemben állva őt egy alkalommal közepes erővel nyakon szúrta. Ez a szúrás pedig olyan közel, kb. 2 mm-re hatolt el a nyaki fűverőér mellett, hogy lényegében a halálos eredmény a elmaradása csupán a véletlenen múlt. A férfi ezután megpróbált kimenekülni a házból, ám a lánya és a felesége ezt nem hagyták. A felesége felkapott egy gumikalapácsot, és azzal hátulról 2 alkalommal fejen ütötte. A sértetnek végül sikerült az utcára kimenekülnie, ott több utcán keresztül gyalogosan futva menekült, a lánya néhány méterre tőle lemaradva futva követte, üldözte őt. A feleség pedig beült a közös autójukba és elütötte a férfit. Ezt a fotót a rendőrök készítették. Látszik, hogy berepett a szélvédő, akkora erővel vágódott rá a megszúrt és elgázolt férfi teste. Az áldozat ezután egy házkerítésén ugrott át és az ott lakóktól kért segítséget. A feleséget és a lányt most előre kitervelt emberölési kísérlettel vádolja az ügyészség. Az asszony így akár élete végéig is börtönben maradhat, a lány pedig, mivel még nem töltötte be a 20. életévét a brutális támadáskor, legfeljebb 20 év börtönt kaphat.